Jó napot kívánok, az ATV híradóját látják. Köböl Anita vagyok. Orbán Viktor szerint enyhül a nyomás, másfél-két nap múlva fellélegezhet az ország. A pártelnök bejelentette, hogy kikülnek be a fővárosi közgyűlésbe a Tisza párt színeiben. Magyarország is kaphat uniós árvízi helyreállítási támogatást, tudta meg híradónk az Európai Bizottságtól. Csütörtök helyett már kedden elhagyja a legmagasabb vízszint Magyarországot. A főváros azon dolgozik, hogy az árvízzel érintett közösségi közlekedési eszközök ezen a héten fokozatosan újra teljes útszakaszon közlekedjenek. A Margit-sziget valószínűleg még hetekig lezárva marad. Ami már biztos, hogy hétfő reggeltől, üzemkezdettől az M2-es metró újra megáll a Batthyány téren. Karácsony Gergely főpolgármester szerint bár az árhullám levonulóban van, a munka még nem fejeződött be. A városvezetés célja, hogy minél hamarabb visszaadják a budapestieknek a közutakat, köztereket és közlekedési útvonalakat. Várhatóan, hogyha a megfelelő ütemben apad a vízszint, akkor kettől tud újraindulni a 19-es és a 41-es villamos a budai felső rakparton, ezek onnantól kezdve teljes hosszúban fognak járni, illetve szintén a vízszint apadásától függően, de most arra számítunk, hogy szerdától a H5-ös hív is újra a Batthyány térig fog közlekedni. A Margit hídon több járókelő is érdeklődött, hogy miért van továbbra is lezárva a Margit-sziget, annak ellenére, hogy már nincs víz alatt. A Margit-sziget nem azért marad zárva, ugyanis zárva fog még maradni egy darabig, mert víz van rajta, hanem azért, mert a Margit-sziget, hogy 2013-ban is a magas vízszint miatt felázott a talaj. Mi történik ilyenkor? Elég sok fa ilyenkor kidőlhet. Nem biztos, hogy ki fog dőlni, de kidőlhet. Ma reggel is ülésezett a belügyminisztériumban az árvízvédelmi operatív törzs Orbán Viktor vezetésével. Ezt követően a kormányfő élőben tartott árvízinfó címmel sajtótájékoztatót, ahol a védekezéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ismertette. A miniszterelnök elmondta, hogy az árvíz vége felé járunk, és nem jeleztek az időjósok előre csapadékot, ami segíti a védekezést. Délben tetőzik a víz Bajánál, ezért ott harmadfokú készültségi szintet rendeltek el. Orbán Viktor elmondta azt is, hogy az apadás gyorsabb ütemben zajlik a felsőbb szakaszokon a vártnál. Budapestnél például már 74 cm-es apadásnál jár a vízszint. Elmondta azt is, hogy kedden már Müller Cecília ad tájékoztatást, mert közegészségügyi információk lesznek napirendi ponton. Át kellett egy gátat vágni Baján, és így víz alá kerültek a Pandúr-szigeti ingatlanok. A nagyobb baj megelőzése érdekében született a döntés, melyről mindenkit időben tájékoztattak. A Gemenci erdőnél próbálják óvni az árvíz elől menekülő vadakat. A vaddisznók legerésznek közvetlenül a víz mellett, de már szárazon, mert nekik sikerült elmenekülniük az emelkedő víz elől a Gemenci erdőben. Kevésbé volt szerencséje ennek a szarvasrudlinak. Ezek az állatok térdig érő vízben álltak egy darabig, majd a vezér után beindultak a mélyebb rész felé, de pár méter után inkább visszafordultak. Ennek próbálnak kijönni a száraz helyre. Más nem tud csinálni. A vaddombok benne, hogy megtartják őket, de nem mindegyik, már sem mindegyik olyan magas már. Ekkora víznél. Közben Baja közelében át kellett vágni a Pandúr-sziget gátját. Erre azért volt szükség, hogy csökkentsék a nyomást egy másik töltésnél. A területen leginkább nyaralók vannak. Remélem, hogy embereket nem vágott el a külvilágtól a víz, mert hogy egy közleményt tettünk közzé még hét elején, hogy hagyják el az otthonaikat, akik itt laknak. Körülbelül 200 ember, 250 ember lakik itt életvitelszerűen. Ezt nehéz megmondani, azért van, aki be van jelentve, van, aki csak nyaralóként használja az ingatlant, de ingatlan is olyan 200 körül van. Baja Dunafürdői részén már napok óta áram nélkül víz által körbezárt házakban élnek az ott lakók. Sokan bent maradtak és felköltöztek az emeletekre. Akik bent maradtak, azok itt vannak egytől egyig, mindenki, nem távozott senki. Biztonságban vagyunk, meg vagyunk, köszönjük. Mit csinálnak egyébként egész nap? Áram nélkül, minden nélkül? A legtöbbnél, aki bent maradt, van napelem, aggregát, tehát telefonon keresztül, laptopon keresztül ugyanúgy nézik a tévéműsorokat, az ATV-t kiváltképpen, és elfoglalják magukat, összejárunk, beszélgetünk, ennyi. A bajaiak azt mondják, hogy szerintük kedre várható a tetőzés.
akár a hepatitis A vírusával is megfertőződhetnek, akik belemennek a megáradt Dunába. Erről beszélt híradónknak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője. A Dunakanyar egyes településein az ivóvízzel is gondok vannak. Baktériumokat találtak dömös, pilismarót és dobogókő vezetékes ivóvizében. Erről már a Dunamenti regionális vízművek tájékoztatott. Tahitótfalu néhány lakója már elkezdte az árvíz utáni takarítást. A mélyebben fekvő házak tulajdonosainak még várni kell ezzel. Egyikük, Tibor, azt reméli, egy hét múlva már visszaköltözhet az otthonába. Tegnap óta körülbelül 50 centit esett a víz, azért látszik is mindenhol a kerítésen. Hogyha ilyen ütembe esik, szerintem holnap-holnap után már nem lesz semmi a kertbe. Először a lakásra fogunk kezdeni, most már ugye előbb említettem, szerencsére kiment a víz. Így bent most már kezdődhet a fertőtlenítés, takarítás, meg később a festés. A baptista szeretetszolgálat speciális mentőcsapatot küldött a térségbe. Van olyan speciális tudás, a kötéltechnika a helikopterből, ami 35 év munkája, és azt gondoljuk, hogy amikor egy gátszakadás van, egy nagy területet önt el a víz, és embereket kell megmenteni, illetve hatalmas berendezések válnak szükségessé, akkor a speciális mentés az elengedhetetlen. Forgatásunk alatt érkezett a helyszínre Sajtos Sándor, Tahitótfalu polgármestere, hogy a levegőből szemlélje meg a helyzetet. Mi tudunk kommunikálni, ugye? Persze. Dunabogdányban 4 kilométer hosszan védték a házakat. A hét második felébe visszamegy már annyira, hogy én most azt látom, hogy tehát elhúzódott, prognosztizáltak, de ennél gyorsabban fog visszamenni. Tehát egy hét múlva itt, hogyha mindenkinek kiáll, akkor szerintem már használható lesz a Dunapart és a kerékpárút is. A polgármester hozzátette, a lakosok fegyelmezettek, nem fürdenek a folyóban. A Dunamenti regionális vízmű tájékoztatása szerint dömös, pilismarót és dobogókő településeken baktériumokat találtak a vezetékes vízben. Emiatt azonnal értesítették a lakosságot arról, hogy forralniuk kell a csapvizet. Azt is írják, hogy mindhárom településen lajtkocsikat helyeztek ki. Mint írják, a többi településen az ivóvíz minősége minden határértéknek megfelel. A víz higiéniai szakértő szerint a Duna vizével való érintkezés hányással, hasmenéssel járó fertőzéshez vezethet. Rosszabb esetben akár hepatitis A is kialakulhat. A gyenge immunstátuszú ember esetében akár nagyon súlyos esetben akár végzetes kimenetű fertőzés is előfordulhat. A legtöbb fertőzés az a zárvizet követő takarításkor történik. Sokan nem számolnak azzal, hogy az így lerakott iszap is fertőző, tehát nagyon fontos, hogy ezeket a takarítási munkálatokat is védőruházatban, csizmában, kesztyűben végezzük, hogyha különösen, hogyha magas nyomású mosóval takarítjuk a felületeket, akkor pedig a maszk viselése is mindenképpen javasolt. A DK elnöke a Csepel-szigeten vízben úszó illegális szemétlerakatot talált. A víz bemossa a mocskot a Csepel-sziget földjébe. Bemossa oda, ahonnan mi meg előbb-utóbb az ivóvízünket fogjuk venni. Azzal vádoljuk tehát a kormányhivatalt, hogy bűnös gondatlansággal veszélyezteti a csepeliek, a budapestiek egészségét. A DK miatt követeli a terület megtisztítását és Sára Botond főispán felelősségre vonását. Magyarország számára is elérhető az uniós árvízi helyreállítási támogatás. Tudta meg híradónk az Európai Bizottság magyarországi képviseletétől. Korábban Orbán Viktor az ATV kérdésére kifejtette azzal szembeni ellenjavaslatát, hogy Magyarország nyomorult koldus testtartásával kalapozzon. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban 10 milliárd euró segélyről tett ígéretet, támogatva a kelet-európai országokat az árvízi védekezésben és újjáépítésben. Ketté szakította az áradás az utat, hatalmas mértéket ölt a pusztítás ebben a román városban. A szintén árvízkárosult Lengyelországban tett látogatását követően az Európai Bizottság elnöke támogatást ígért az érintett régióknak. This is a emergency... Ursula von der Leyen szerint akár 10 milliárd eurót is képes folyósítani az Unió, az Európai Uniós szolidaritási alapból, hogy támogassa a kelet-európai országokat az árvízi védekezésben és újjáépítésben. A politikus később posztjában emojikkal jelölte meg Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Ausztriát és Romániát. Magyarországot ugyanakkor kihagyta. Nem javaslom, hogy
valami nyomorult koldus testtartásával kalapozzunk. Hát komoly ország vagyunk, elvégeztük a munkát. Így reagált az LTV kérdésére az Árvíz Infón Orbán Viktor arra, hogy Magyarország kimaradt az Európai Bizottság elnökének felsorolásából. Valamikor valaki valahonnan, egy Ursula nevű hölgy, valami Európai Unió meg bizottság küldenek nekünk pénzt vagy segítséget, hát az olyan, mint a kutya vacsorája. Majd, ha láttuk, hisszük. Nekünk egyetlen dolgunk van, hogyha baj van, magunkra számítsunk és oldjuk meg a feladatokat és szembesüljünk a kihívásokkal. Az Európai Bizottság elnöke azokat az országokat sorolta fel, ahol már levonult az ár, emelte ki Szent Iványi István. Elvileg mi is jogosultak leszünk, de hát ugye a magyar kormányfő kijelentései azért arra utalnak, hogy nagyon nem is számít erre a pénzre. Szerinte hosszú út vezetett addig, míg az Unió és Magyarország viszonya ilyen síkra terelődött. A magyar kormány nagyon keményen megdolgozott azért, hogy itt tartunk, hogy ezekben az ügyekben bizony sok szimpátiára, együttérzésre nem számíthat Brüsszeltől. Az Európai Bizottság magyarországi képviselete híradón kérdésére arról tájékoztatott, hogy a támogatásra szánt összeget a bizottság tudomására hozott káresemények első hozzávetőleges kárbecslései alapján számították ki. Hozzáteszik, magától értetődik, hogy a támogatás minden érintett ország, így Magyarország számára is elérhető. Kerestük a tájékoztatási központot, hogy megtudjuk, Magyarország ennek tükrében kére támogatást az Uniótól, ám adásunkig nem érkezett válasz. Magyar Péter eldöntötte, nem ül be a fővárosi közgyűlésbe. Ezt a vasárnap esti Magyar Infóján közölte a Tisza pártelnöke, írta a Telex. Magyar Péter felsorolta, ki az a 10 ember, aki viszont képviselni fogja a pártot a fővárosban. A szervezet már korábban közölte, hogy a Tisza párt nem köt semmelyik frakcióval koalíciót, és főpolgármester helyettest sem javasolnak, ahogy a budapesti cégek vezetőtestületeibe sem delegálnak tagokat. Fejfej melletti eredményt hozott a brandenburgi tartományi választás Németországban. Az ARD előrejelzése szerint a kormányzó szocdemek 31%-ot szereztek, míg a bevándorlás ellenes AfD 30-at. A konzervatív CDU és a nemrég alapított baloldali BSW messze lemaradva 12-12%-on áll, a zöldek 5%-ot szereztek. Az alternatíva Németországért azonban alig ha kerülhet kormányra Brandenburgban, miután a többi párt kizárta velük a koalíciót. Minden eddiginél mélyebbre hatoltak be Izrael területére a Hezbollah által kilőtt rakéták. A libanoni terrorszervezet 150 rakétával, cirkáló rakétával, illetve drónnal intézett támadást hajnalban a zsidó állam ellen. A támadásban többen megsérültek, lakóépületekben keletkeztek károk. A héten az izraeli hadsereg a Hezbollah több száz rakéta kilövő állását, illetve több ezer rakétáját megsemmisítette, likvidálta a műveleti parancsnokát és több vezetőjét. Emellett több ezer Hezbollah tag megsebesült, többen meghaltak, amikor rejtélyes körülmények között felrobbantak a kommunikációs eszközeik. Oroszország nem vesz részt az ukrajnai rendezést célzó összelesedékes második békecsúcson sem. Ezt az orosz külügyminisztérium szóvívője jelentette be. Közben az orosz hadsereg a frontvonal szinte teljes hosszán nyomul, Harkivot pedig intenzíven bombázza. Az ukrán fővárosból tudósítónk Olekszandr Kacsura jelentkezik. Jelenleg Kijevben vagyok. A több mint 3,5 milliós ukrán fővárosban viszonylagos nyugalom van, amit általában csak a légvédelmi szirénák, illetve a lelőtt orosz lövedékek robbanásának zaja zavar meg. Már a viradóra az oroszok kamikáze drónokkal intéztek támadást tucatnyi ukrán megye, köztük Kijev megye ellen. Az ukrán légvédelem a ránk kilőtt 80 drón 90%-át lelőtte. A héten a megszállók összesen 900 irányított légibombát, 400 drónt és 30 rakétát lőttek ki ránk. Harkivot rendkívül intenzíven bombázza az agresszor. Vasárnap viradóra 18 toronyházban keletkeztek károk. Sokan megsebesültek, ketten közülük súlyos állapotban vannak. Több helyen megszűnt a vízellátás és elment az áram, a békeidőben 1,5 milliós észak-kelet-ukrajnai városban. Az oroszok egyre inkább fejlesztik a légibombáikat, hogy minél nagyobb távolságra tudják bevetni őket.
Az én városom a Donyeck megyei Druskivka ellen. A megszállók most először vetettek be ilyen tökéletesített, irányított légibombát, amely egy ötszintes lakóházba csapódott be. A csodával határos módon senki nem halt meg, miután mindenki a városban volt. A frontvonalon Pokrovszk alatt a legsúlyosabb a helyzet. Az oroszokat egyedül talán csak Herszon és Zaporizsja megyében sikerült megállítani. A front többi részén folyamatosan nyomulnak, például Kupjanszk, Limán, Csasziviár, Toreck, New York és Szelidove alatt. Az oroszok Ukrajinszkot már teljesen elfoglalták, jelenleg Vuh ledárt igyekeznek bekeríteni. SATV, Alexander Kacsura, tudósította. A tavalyi sikeres akció után idén is közvetlenül értékesítik az ország legnagyobb kiwi ültetvényén a termést. A Nagykanizsához közeli Becse helyen 4 hektáron termelik a gyümölcsöt. A 2012-es telepítést követően egyre inkább bebizonyosodik, hogy a klíma megfelel a kiwinek, de mellette még számos déli gyümölcsöt is termesztenek. Datoja szilva füge és indián banán is terem a Becsehelyi hegyháton. Már tavaly is érkeztek messziről, még Horvátországból és Szlovénia tengerparti részeiről is Becsehelyre kivit szedni a vásárlók, és erre számít az ültetvény tulajdonosa idén is. Az első hétvége egyelőre őt igazolja. Tavaly 2 szüreti hétvégét nyitottunk meg, kevesebb volt a termés, idén jóval több a termés, ezért tervezünk több szüreti hétvégét is. Viszont ahogy látjuk, akkora a forgalom, hogy jövő hétvégén még mindenképpen lesz, de a továbbiakban pedig nyilván a készlet erejéig. Az első napon érkezett vásárlókat gyümölcsel tömött lugasok várták, szedni is gyorsan lehet belőle sokat, ráadásul a kivit jól lehet tárolni még házi körülmények között is. 12 kilót szedtem, elsőre még jövök, nagyon jó az eltartatósága, és nagyon magas a C-vitamin tartalom. Szóval télen megenni belőle 3-4 darabot, épp amennyi érett minden nap. Szerintem C-vitamin nem kell szedni mellette. Nagykanizsáról érkeztünk, magától a kivit alapvetően is szeretjük. A feleségem nagyszülei is termesztenek kisebb mennyiségben, és egyszer csak hallottuk, hogy itt Becsehelyen egy Magyarországon is kuriózumnak számító kivi ültetvény van, és innen jött az ötlet, hogy mi nagyon szerettük volna megnézni. A becsehelyi ültetvényen egyébként kivi mellett még fügét, indián banánt és káki szilvát, másik nevén datoja szilvát is termesztenek. Híradónkat követően jön a fórum, nem sokára telefonon mondhatják el véleményüket Somos Andrásnak, aki már a stúdióban várja az önök hívásait. Szervusz, Andris, köszöntelek. Lesznek-e új témáid, vagy maradtál a reggelieknél? Szervusz, egyelőre maradtunk, és hát nyilván az árvíz minket is foglalkoztat, vagy remélem, hogy ez ügyben is fognak telefonálni. Ez érdekes felvetés történt délelőtt, hogy ugye miből áll majd a helyreállítás, ezt nagyon örömmel láttam, Anita, hogy a híradó erre is koncentrál, hogyha levonul a víz, akkor milyen feladatok vannak azért, hogy helyreálljon a rend. És akkor 2 témát még azért ajánlok, mert Magyar Péter ugye közölte, hogy nem ül be a fővárosi közgyűlésbe, és azt már tudtuk, hogy koalíciót nem fog kötni a Tisza párt, de azért tárgyalások vannak a különböző frakciók és vezetők és a főváros vezetői között. Az ellenzék jelöltje pedig Pécsen megnyerte az időközi önkormányzati választás alacsony részvétel mellett, tehát ez korántsem az 50%-os részvétel, mint az önkormányzati választáson volt. Köszönöm szépen, Andris. Tartsanak velünk a folytatásban, és várjuk Önöket tehát az ATV későbbi műsoraiban is, most legközelebb a fórumban. További szép napot mindenkinek, viszontlátásra!